Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor a színeváltozás hegyéről Jézus visszatért tanítványaihoz, látta, hogy nagy tömeg tolong körülöttük, és írástudók vitatkoznak velük. Amint az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe siettek, és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait: miről vitatkoztok velük? Valaki a tömegből így felelt neki: Mester, elhoztam hozzád a fiamat. Gonosz lélek lakik benne, aki némává tette. Valahányszor hatalmába keríti, földhöz vágja. Habzik a szája, fogait csikorgatja és megmerevedik. Már kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták. Jézus így válaszolt: ó, hitetlen nemzedék, meddig maradjak még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Vezessétek hozzám a gyermeket. Erre odavitték hozzá. Mihelyt a gonosz lélek meglátta Jézust, tüstént elkezdte ide-oda rángatni a fiút, az pedig a földre zuhant, és habzó szájjal vonaglott. Jézus megkérdezte a fiú apját: mióta szenved ebben a bajban? Ő azt felelte: gyermekkora óta. A gonosz lélek gyakran tűzbe és vízbe taszította, hogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, szánj meg minket és segíts rajtunk. Jézus így felelt neki: ha valamit tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre a fiú apja azonnal felkiáltott: hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen. Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze, ezekkel a szavakkal parancsolt rá a tisztátalan lélekre: te néma és siket lélek, parancsolom neked, menj ki belőle, és soha vissza ne térj belé. Erre a gonosz lélek össze-vissza rángatta a fiút, és hangos kiáltással kiment belőle. A fiú olyan lett, mint a halott. Többen meg is jegyezték: meghalt. Jézus azonban megragadta kezét és felsegítette. A fiú talpra állt. Amikor azután Jézus hazaérkezett és egymás között voltak, a tanítványok megkérdezték: mi miért nem tudtuk kiűzni a gonosz lelket? Jézus így felelt: ezt a fajtát semmi mással nem lehet kiűzni, csak imádsággal és böjtöléssel.